Bejelentettük, és ott a rendőrség engedte az embereket, hogy átfordult volnának a Klárfelmentére, de amikor már le volt zárva, akkor gyanús volt a dolog. Az a kérdésem még, hogy a rendőri jelenlét kezdettől fogva volt? Igen. Hát hol lenne, hogy szálló körbe voltunk. Kezdettől fogva a rendőri jelenlét mellett tüntettünk. A rendőrök beleavatkoztak-e Elisznak Klárfelmentére tüntetésre? Közölték-e önökkel bármelyik helyszínen azt, hogy ez egy rendőrjelentett tüntetés, posztolja szét, vagy biztosítanák a helyszínt? Egészen a Clark Ádám térig nem, tehát csak biztosították a helyszínt, már akkor még nem zártak körülbelül a manapság. A Clark Ádám térig a rendőrök nem avatkoztak, közben biztosították a helyszínt. Hát jókon gondolhattam, hogy a két helyszínen ez a spontán rövid bejelentés. Jókon gondoltam arra, hogy a rendőrség elfogadta a bejelentést. És mikor már le volt zárva a híd, meg a valamit, stb., akkor már gyanús volt, de hát a hajtásomnak nem hagyhatom egyedül. Valahogy egy ilyen vezető szerepen 2006 össze volt. Hát oda kellett menjek, de akkor már Polgár Tamással nem tudtam beszélni, mert akkor ők már elvállították. És ott kérdezősködtem, és ott hát a megfelelő indulata van benned ilyenkor, hogy hát micsoda dolog ez, hogy az embereket így elvállítják. Mikor ez jogszerű? Tehát az elmondott törvények. Tehát én úgy gondolom, hogy a rendőrség többszörös jogszerűtlenséget, amit sajnos a kormányfőtől eredmény között elviselhetetlen állapotok. Hát folyamatosan van a tárgyalások ebben az ügyekben. Köszönöm szépen a foglalmányi helyet, illetve most ismerhetünk. Ismertett a helyszínen egy nyilatkozatát. A helyszínen úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri el a szabálysértési felelősséget. Azt gondolom továbbra is fenntartom, hogy nem ismeri el a szabálysértési felelősséget. De aznap éjszaka meghallgatták, gondolom emlékszik rá, ugye? Felolvasom, figyeljen. Ismertetve 2008. április 12. napján készült meghallgatási jegyzőkönyvből az eljárás elmondására. Én a Szabadság téren egy spontán bejelentett demonstráción biztosítottam a magosítást, majd Polgár Tamás bejelentette, hogy a Clark téren egy másik tüntetés folytatódik. Miközben én gyalog elindultam, egyik bajtársam, Szemán János kocsival jött, és őt megállították a rendőrök, mert állítólag ő a Szabadság téren vízburkulaton parkolt. Mivel a forgalmi nálam volt, ezért visszafordultam, hogy segítsen neki. Majd az intézkedő rendőrrel visszamentünk, hogy megmutassam, hogy hol parkolt. Szemán János elmondta, hogy az egyik rendőr közölte vele, hogy ne menjen át a Clark téren, mert akkor intézkedést lesz vele szemben. Ezen én csodálkoztam, mert én úgy tudtam, hogy egy legális tüntetés lesz ott. Mivel a Láncid irányában nem tudtunk ráfordulni a József Attila utcába, ezért az Erzsébet hídon mentünk át Budára. A forgalom a Láncid utcában is le volt zárva, ezért tovább mentünk az alagúthoz, majd körbe a Batthyány utca, Miami utca felé mentünk. Hogy gyalog lementem a Clark térre, ekkor már egyedül voltam, mert a kocsi ott maradt a társamnak, ő vigyázott rá a Miami úton. Ez körülbelül 21 óra körül lehetett. Ott a könyvforduló körül rendőrségi autók álltak, a fűvön intézkedő rendőrök és a főutca végén körülbelül 60-70 ember körbevett egy rendőrségi sorfal, ami körülbelül 40 rendőrből áll. A Láncid végén szintén 40-50 rendőr kordonnal zárta le. A médiának nyilatkoztam, miután meggyőzöttem róla, a tüntetés nem vesztette el békés jellegét. Engem senki nem szólított fel a terület elhagyására, egyszer sem. Több rendőrt ismertem, azonban még ekkor sem szólítottak fel, hogy hagyja el a területet. Sokan sírtálgattak ott. Ezen után egyszer csak felszólítottak, hogy igazoljon magam állampolgári kötelességből. Aztán közölték, hogy előállítanak, de azt nem mondták, hogy miért. Kérdésre elmondom, hogy sérülésem van az intézkedés ellen, ahol miatt nincs. Kérdésre elmondom, hogy az alapvető cél a kihangosítás volt, ezért mentem oda. Közben telefonon megtudtam, hogy előállították Polgár Tamást. Mivel további információ nem volt, tovább folytattam az utat. Kérdésre elmondom, hogy amikor elvállaltam a hangosítást, nem féltem attól, hogy behoznak a rendőrségre, mert én úgy tudtam, hogy ez legális. Kérdésre elmondtam, hogy valóban egyetlen egy felszólítást nem hallottam, nem is hallhattam, hiszen az érkezésem előtt volt. Kérdésre elmondom, hogy volt már ilyen eljárás folyamatban ellen a két évvel belül, háromról tudok.
és akkor hivatkozik arra, hogy az alkotmány 7. felolvasára ellenvédettek az intézkedő rendőrök, az európai jogrendszerét nem használhatók szét, ez abszolút békés volt a rendezvény, a Buta és társaikére hivatkozott. Emlékszik, így volt, ezt mondta le, fenntartja az akkordnak hallomását? Gondolom, igen, ezt mondta. Igen, most is igen, ezt mondta le. Így volt, fenntartom az akkordnak hallomásomat. Ismertem a rendőri jelentés, felolvasom a rendőri jelentést, figyelni jó. Tehát, nevezett személy előállítására, tehát az önére került sor, mivel nemzetben a jelentelmi demonstráción lett részt Budapest 5. kerület Mozdalev téren, ahonnan a tömeg átvonult a Láncidon képű keresztül a Budapest 1. kerület plakátát téren, megsérülve ezzel a rendezési törvényben foglaltakat. Az elmélet helyszíne rendezvény demonstrációt nem jelentettek be, ezért azt a rendőrség mérlegelés nélkül köteles beosztatni. Első alkalommal 20 óra 10 perc volt, beszállította a tömeget a biztosítás parancsnoka, hogy a Galgárdát helyre a Szentendrei út irányába adja el. A tömegből néhány a területet elhagyták. A felszólítás nem vezetett eredményre, a jelenlévő személyek passzív ellenállást tanúsítottak. A másodszori felszólítás 20 óra 11 perckor elhangzott, majd miután még mindig nagyobb létszámokra megtartózkodott a helyszínen, ezért újabb felszólítás történt 20 óra 13 perckor. A felszólítás követően elegendő idő állt rendelkezésre a helyszín elhagyására, ezt követően a 20-19-kor került csatornák kiszólítására. Mivel a tömeg és annak tagjaként jelenlévő Bonda úr a többszöri felszólításnak sem tett eleget, mozdulatlanul a helyszínen maradt, ezért a tömeg több tagjával együtt igazoltatásra, majd szabálysértés továbbfolytatása miatt előállításra került sor. Az elkövető személyen közöttem, hogy ellenek a szabálysértési feljelentést teszek. Megértett a jelentést, megfoglaltak? Egyet értett? Nem értett. Nem értett, de nem értett fel egyet. Annyit még el kell mondjak, hogy pont ez, amit fél órával ezelőtt jeleztem, hogy 2007 március elején hozták azt a törvénymódosítás rendelét. Igen, a passzív ellenállás. Igen, ez egy szabálysértés. Igen, meg kell jegyeznem, hogy egy demokráciában csak törvényekkel lehet korlátozni az emberek szabadságát, rendeletekkel nem. Tehát a diktatúrákkal jellemző a rendelet. Úgy gondolom, hogy az a szabálysértési tényállás, ami miatt engem elharasztalta, eleve jogszerűtlen, hiszen csupán rendeleti szinten szabályozzák. Még azt az érvényesség időt sem tartották, emlékszem arra, hogy 15-én feltétlenül. Hát ezt még most nem tudom vizsgálni, mert egyben a pillanatban pakádom ez a jogszabály. Májusában adták be a Nemzeti Jogvédelmi Alapítványt az Alkotmánybíróságnál, és mind a mai napig hát kötelessége mellett állni. Ez igazságszolgáltatás mormai. Én nem tudok mondani erre. Jó, tehát az a kérdésem, hogy akkor továbbra is fenntartja azt, hogy ő egyáltalán nem hallott felszólítást? Mert hogy később érkezett a helyzetre. Továbbra is fenntartom, hogy én egyáltalán nem hallottam a rendőri felszólítást, mert én 21 órakor érkeztem a helyszínre. És a két igazoltató rendőr sem közöttem sem. Kérdésem. Ott a rendőrök sem közölték velem a kagylanak területet. Nem, és nem is a Klarkádán téren volt a fő utcán tulajdonképpen. Nem a Klarkádán téren. Ott a füves része, mert én a Hunyadi át, tehát az alagút felől jöttem oda, csak hát ott álltak a rendőrök össze-vissza. És ott beszélgettek az emberek a rendőrökkel, a Morvai Krisztina a parancsnokkal, tehát valahol az egész furcsa. Ott állt körülbelül a Morvai Krisztina? Hát a Morvai Krisztina jártán volt, én meg azon a kör alapú részen. De a Morvai Krisztina is kívül volt a kívül, ő is később érkezett a helyszínen. Ő is később jött, hogy hívtál. De ott nem jött éppen. Hát, nem egyébként, nincs egyenlőség. Egyébként innen csak úgy érdekességétre mondom, hogy én itt voltam a bírósági tárgyaláson, a katonai bíróságon,